Sziasztok srácok, Zsizi vagyok! Ez pedig itt nem más, mint a The Forest, ezzel fogunk hasogatni pár karikát, angyalkáim! Amit tudni kell a játékról, belelapaltoltak egy köbméter tartalmat-e megint, bore? Ezt fogjuk lecsekkolni, űzzük, hajtsuk, gyerekek, körbe kamillázunk a játékba, mint öreg asszony a fazék felett, úgyhogy kapcsoljuk be az üveket, ragadjátok magadhoz a májrévasat, azt csapassunk fel egy karikót. Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Beficentünk a játékba, gyerekek, föltámadt a szél azonnal. És Bushman falváról enyhe penetrans, komoly mennyiségű toxikus szennyezést magába hordozó hónajszak terjeng. Itt kérem szépen, ahol lecsószagva rá lehet könyökölni, úgyhogy gyorsan lefekszünk aludni, nem fekszünk le aludni, mert nem lehet. Bassza még? A jeges medvé? Ez mi a fasz, pityukova? Hát mit huligánkodol? Menj már, ilyet lehet csinálni. Bassz meg. Hát mit csinálta, pityú? Verjem az orrodba. Begyújtjuk el a közvilágítást. Most megnézzük, milyen újdonságokkal lehet találkozni a játékba, srácok, milyen új dolgokat lehet építeni, de azt építészetileg fogunk elhelyezkedni, közben belenőtt a kerítésbe a fésülködő szekrénye a pityukomaónak. Igen, egyébként, amit tudni kell, srácok, azért pityukoma enyhe önértékelési zavarba szenved, ezért néha, amikor rájön az inger, akkor anorexiás rohamba tör ki lágyan. Ez azért van, mert ugye Csori Meszes Csöcsi Rozit már el akarja csábítani, azt nem engedelmeskedik neki, meg akarja csapkodni a slaggal. Csapjuk fel a naplót. Kedves naplóm, 4335. nap, és Meszes Csöcsű még mindig nem vette be a slagot. Sorok egy magányos ember tollából. Ú, gyerekek, micsoda narráció genyzacskóval vagyok megáldva, je. Úgyhogy nézzük, srácok, úgyhogy izé van, lófasz esti fénybe, tehát újra kell építenünk ezt, ez a mocskos huligán szétcsapta. A másik dolog, amit lehet építeni a játékban, itt ez a csecsemőpicsa fürdető a ruhaszárítóval karöltve, ezt már ösmerjük el azon. Sörpad, van itt minden, mint a bucsóba, öpleszarsz, csirkeháló, hajópadló, itt a földfeletti sugarzást fogja az RTE klubot hangyalosan, a TV antenna. Oh, csiz! Oh, igen! Gyerekek, igen, hát ezt már megépítettem. Az első gondolat, azt gondolom, hogy mi eszembe jutott, ami nem más, mint hogy ez egy szabados elgondolású toalett, ez is toalett. Letoljuk a katyónkat, kilátszik a köbüves dekoltós, rátesszük a púzónkat, ott fektetünk olyan kábelt, mint a buszkormány. Hát igen, kicsit ilyen természetesebb környezetben, azért milyen jó, nem? Csiripelnek a madarak, te meg lasziszt lófasz fingom nincs, hogy mi ez. Nem tudtam rájönni, gyerekek, tehát nem tudom, pityukom a makjának a hegyére se tudjuk ráragasztani. Nem, ez nem az a nap, szóval valami lámpa. Ez meg mi a retek? Ezt még nem is láttam, gyerekek. Tartozom neked, cetli? Egy talicskával, vagy mi ez? Baszod. Ezt le kell csekkolnunk. Nincs falevelünk, bazd meg! 50 darab? Hát a normális? Távolban nagy a mozgolódás, a bambi genyók itt ívnak. Mindjárt orgyergen basszuk, figyeld. Kontrász, gazsi! Gyere ide! Bazd meg! Mi történt itt? Be kell kötni a bal kezüket, mert a sok recskától már vízfolyagos csori pityukomának a tegyere. Gyerekek, hát itt leveleket kell szedegetni, hát megyetek már csába, hát mi vagyok én, baszod? A másik dolog, ami még van, meg fogjuk nézni egyébként, nyugodjatok le. Oh, cheese! Igen, ezt láttam, ezt meg is építettem, mindjárt meg is mutatom nektek, bahátaim. Das ist. Hol van? Oh, ott van. Igen. Föntről jövő szájba baszlak. Az a csapda neve. Igen, és akkor itt valahogyan... Várjál, beuzsonnázzuk a szabócot. Nagymuternek jó lesz. Baszd meg. Nyugodj már le, hol van? Gyerekek, hát végül is ez egy ilyen metronóm, megadjuk az A-hangot. Azt a Bushman kórus legújabb nótáját gyakoroljuk, és akkor lehet használni ütemezésre. Milyen faszád néz ki azért, nem mindegy. No, úgyhogy gyerekek, ennyi az újdonság, illetve a játékban még lehet találkozni túlélőkkel. Bezony, bezony. És amit tudni kell, illetve hát nem kell, hanem elképzelés. Azért nem lenne hátrány, hogyha egy hatalmas csöcsökkel rendelkező
igazi vadkanca lenne, és a feladatunk pedig az lenne, hogy benépesítsük a szigetet. Pityukom a legnagyobb örömére, ugye a szutykos testünk vonaglását még a holdról is lehetne látni, ehelyett ilyen messzes csöcsűeket dobál le. Nagyon nem rossz a messzes csöcsűs egyébként. Kicsit lecsapatnánk slaggal a gyerekek, egy kis domestos. Már szódával el is megy apukém, illetve meg fogjuk figyelni. Természetes élőhelyén párzási időszakba. Hát bazd meg, itt az egész erdőben nincs 50 levél. Hát most nézem, van egy komplet trafik, baszod. Lesben áll egy busman. Gyerekek, lefosta a bokáját a tűzhely. Nézd meg. A nagy drága sparhelyet ott most vettük a jófogáson. Azt ledobta a lancot. De bazd ma, működjé! Jó, erre elficcenünk. Most nézem, hogy milyen izé rés van itt, baszod. Tidál a busban, az behúgyozik a izé, a konyha kertbe. Gyermekeim az urva. Látjátok, ezért nem szabad az UV sugárzással játszani, mert lebardulol, oda kozmasz a gyepre, mint ez a pali. Nézd meg! Ezért minden strandra menettel előtt zsenge csecsemőszarral kell bekedni szutykos tested, hogy ne emészze fel a napsugarzós. Hát gyerekek, én nem tudom, ez az 50 levél. Hát miért veszel mindent a szádba, Pityó? Pityó, te undorító állat! Azért már elhittem, hogy elég lesz, vágod. Undorító, gusztustalan, retkes ceruzánkkal hasítjuk, rajzoljuk körbe az erdő aljnövényzetét, gyerekek, amerre én járok. Bámul a világ. Oh my gosh! Meg lett, gyerekek, mög lett. Be kell gyújtani? Rockkoncertet is adhatnánk, srácok. Hát azért nem szaragolítunk. Ezt mindig meg lehet vajon gyújtani? Vagy meddig égez? Míg el nem zarjak, az oroszok el csapó? Az oroszok? Jaj, de csúnyán beszélsz. Hát nagy király, de azt akkor mi van? Jönnek a busmanok, tudod ki jön ide begyújtani, baszon. Eltűnt. Hát most eltűnt. Minden egyes alkalommal 50 levél. Hát a lónak a fasza az. Nem kell nekünk ez a fostalicska csapda, gyerekeim. Ez egy hulladék, mondom neked. A játék egyébként borzasztóan jól néz ki még mindig, de hát ezt már szinte meg is szoktuk, srácok. Tényleg eszméletlenül jól néz ki. És akkor szerintem az lesz, srácok, hogy elvonulunk magányunkba, egy titkos barlangba, ahol kicsapjuk a gyíkot, és a fikma csattogás vízhangja körbejárja a szigetet, messzes csöcső Rozi fülébe jutva pedig izgalmi állapotba hozza. De állandóan a fejezzétek már be a gusztustalankodást! Elegem van! Az Isten adjon meg száz gyerekkő. Gyönyörű ez a bőrönt, menne a szememhez. Nándi biztos örülne neki, srácok? Ugye, Nándi? Menj már! Micsoda szexjátékszer. Megdörzsöljük fel a hónaljunkat, vagy mi? Mindegy, elrakjuk gyerekek, hát ha jó lesz valamire. A másra nem kitámasztjuk vele az ajtót. Aj meg! Te retkes nyakú! Hát úgy váglak tarkón, beszarol! Már rohadjál meg, akkor bazd meg. Gyerek, nem tudom mi lett Pityukomával, de mocskosú, tápos, uzsonnás kis szartalicska lett. Az az igazság. Három lépés után aszmarohamba fetreng a földön, vágod. Inhalálnia kell azonnal. Szóval nem is értem. Olyan nörfet kapott Pityu, hogy egyszerűen esélye nincs amúgy. Hello, Juti! Esze, hogy rohadja, meg kis buzi! Mert nem mindegy, hogy a nyúl fingik, vagy a fing nyúlik, ugye? Ez a mai tanítás. Kedves bahátaim, beharácsoljuk a csokit. Ó, ez az, van egy kis C-vitamin is. That is good. Ó, ilyen lapulevelet kéne vinni, gyerekek. Ha már van ilyen természetes slozink, akkor figyelni kell a természetes törlőanyagokra is. Hazavonszoljuk az undorító testünk, srácok. És akkor szerintem ennyi a rész. Végülis az újdonságokról szólt, de biztosan fogunk még foglalkozni a játékkal. Erdő, 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 marosszéki kerek erdő. Busman lakik benne, busman lakik 12. Picsan rúgnám, telirüsztel minden. Meg lett a szajré. Jó, srácok, szerintem ugyanígy nem folytatjuk. Nem tudom mikor.
Hamarosan. Ez volt a Forest. Megnéztük az újdonságokat. José voltam. Sziasztok!